testület képviselők, testületnek jó vendégeim, köszönöm a testület képviselő megjelentéket, a ülést megnyitom. Megállapítom, hogy a képviselő testület határozat képes járva, Miklós képviselő igazoltatlan távol. A napirend elfogadása következik, készhez kapták az ülés meghívóját, azon a napirendi javaslatokat. A meghívón 17-es napirendi pontként feltüntetett Mosonmagyaróvár város környezetvédelmért díj adományozási tárgyal előterjesztést zárt ülésen javaslom tárgyalni. Megkérdezem, hogy van-e más javaslat? Amennyiben nincs javaslom a napirend elfogadását, kérem szavazzanak. Rendelőtt Vida István képviselő úr kért szót, több témában, meghagyom neki, hogy felolvasson és felfogjuk. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtestület, polgármester úr, vendégek, valóban három kérdést tettem föl, téve önmagamnak is, talán önöknek is nem lesz haszontalan, azt gondolom, hogy közérdeklődésre tart számot. A fontosságú sor egyében az első kérdésem úgy szól, hogy Parkánia Nutria, ez azt jelenti, hogy több fotó is megjelent már a városban, és mindannyian tapasztaljuk, hogy az az állat, amit hótpatkánként vagy nutriaként ismerünk, gyakorlatilag megszállta a várost, a lajtamp különböző szakaszain, a vártónál itt ott ott fölbukkan. Gyerekek etetik, nagyon kedves bájos fotók készülnek, ugyanakkor nem vagyok zoológus, de a sajtók követve azt látom, hogy a nutria elfoglalta a sziget közt, egy invazív fajról van szó. A növényzetet pusztítja, más társas lények állatok élőhelyét teszi tönkre. Most már ott tartunk, hogy bemásztak a kertekbe, a rajta mentén ott is pusztítanak. Ezt én még nem gondolnám, hogy szólásra érdemes lenne, de azt gondolom, hogy ha valamilyen baleset, nagy isten járvány indulna el egy ilyen állatsimogatásból, amit most már láthatunk rendszeresen, akkor az talán a város felelőssége is, helyesebben az már a város felelőssége lenne. Ezért a kérdésem arra irányul, hogy tervezi a város, hogy a hótpatkányok ellen valamiféle humánus, mégis gyakorlati és mégis érdemi ellen lépést kívánna tenni. A második kérdésem az úgynevezett virilista párra vonatkozik. A kérdés pedig úgy szól, hogy nem úr, aki nem pazarol. Nos, kérem a polgármester úr szíves részletes tájékoztatását arról, hogy mennyibe került a rendezvény a városnak. Ugye láttuk előzetesen ezt a 34, illetve 35 millió forintos városi tételt, amit én először egy hitetlenkedve fogadtam, és azt gondoltam, hogy itt egy, valóban egy nagy szabású rendezvénynek a költségvetéséről van szó, ennyi pénzből. Aztán azt is hallottam, nem tudom igazán, hogy 1 millió forintos asztaldíjakat kellett letenni a nem oda meghívott vendégeknek. Ez egy akkora nagyságrend, ami fölveti azt a kérdést, hogy egy ilyen színvonalú zsírkategóriás Fideszes sztárok fellépésével kampányítónak is beülő rendezvény mennyibe került a városnak ez a második kérdésem. És a harmadik kérdésem pedig arra irányulna, hogy tudomásom szerint a kisalföldi hulladékgazdálkodási non-profit Kft. Ellen felszámolási eljárás indult február 1-én nem fizetés jogán okán. Tudjuk, hogy a hulladékszállítás önkormányzati kötelező feladat. Tehát a kérdésem az lenne, hogy mivel tudja azt a város biztosítani, illetve mit tudunk tenni annak érdekében, hogy Mosonmagyaróvár ne váljon a rajtapart nápolyává, ne maradjon az utcákon a személy. Köszönöm szíves türelmüket, várom a polgármester úr válaszára. Részben megnyugtatott képviselő úr, hogy ez a három legfontosabb kérdés, hogy Mosonmagyaróvár nem lehet. Akkor a fontossági sorrendben Patkánya a Nutria, nem tudom, mert most arra már sokan kiképezték magukat a hópatkány internetes elérhetőségeiből. Egy a lényeg valóban, hogy valamit tenni kell az ügye érdekében, és nem csak a Nutriáról, hanem a magáról a hólóról is beszélhetünk a városi vízparti erdők védelmében, hiszen a Nutria talán annyival kicsit barátságosabb, hogy csak lágyszárú növényeket eszik, és nem eszik ki a vízparti fákat. Mindenesetre van ennek egy hivatalos módja, meg egy kevésbé hivatalos. A hivatalos az úgy néz ki, hogy mivel a sziget köz valóban a legfertőzöttebb ilyen szempontból,
A NEBIC kijelölhet olyan területeket országszerte, ahol egy érintést elrendeli. Ilyenkor a Nemzeti Park alkalmazottai csapdázással érintik az állatot. Teljesen kiirtani nem lehet. Nagyon szapora, nyilván elolvas a képviselőt is. Internet idevágó passzusait évente 2-10-12 körköt állít. Úgyhogy ez nem fog eltűnni az életünkből, hogy érinteni lehet, úgyhogy most a Magyarország város önkormányzata is, mint egyébként szerintem más érdekelt önkormányzat, közösen meg fogjuk szólítani a hivatalos szerveket, hogy ezt a fajta eljárást kezdeményezzék. Sajnos nem vadászható, meg belterületen nem is lennék mellette, hogy vadászok írtsák az állatot. Egy biztos, mivel invazív faj, etetni tilos, simogatni meg veszélyes. A második legfontosabb kérdés a virulista lá volt, az a 35 millió forint, ami aréna támogatásra a költségvetésbe beállításra kerül, az meg lett címkézve, 10 millió forintot szántunk a virulista rendezvény támogatására, 25 millió forintot pedig az aréna működési támogatására. Így készült el a támogatási szerződés, azzal a feltétellel, hogyha elszámol az aréna Kft. A 10 millió forint felhasználásával, akkor juthat hozzá 25 millió forint működési támogatásához. Egyébként meg kell említsem, hogy az elmúlt időszakban is rendeztünk virulista rendezvényt, fehérasztalos fellépős rendezvényt. Ez az évek, vagy elmúlt években mint egy 5 millió forintba került, tehát ehhez képest egy 5 millió forinttal legdrágább ez a Z kategóriás rendezvény. Én szerintem nekem kell elnézést kérnem azoktól, akiket kategorizált a képviselő úr. Szerintem egy nagyon elegáns, a város életéből hiányzó és megtisztelő rendezvény volt, aminek közvetlen része volt a virulisták köszöntése. Tehát ha úgy nézem, hogy 100 önkormányzati meghívót került 10 millió forintunkba, akkor ezekre a nagyobb fizetőkre darabonként egy 100 000 forintot szántunk. Ez azt hiszem, hogy talán nem túlzás annak tükrében, hogy csak 5 milliárd forint iparűzési adóra jött, az ő adóiból él a város. Nos, szeretnénk is megtartani ezt a rendezvényt. Én azt gondolom, hogy fontos társasági élet szempontjából, hogy azok is megtalálják a szórakozásokat, akik egyébként hétköznaponként nem jönnének össze. Én remélem a képviselők is kihasználták ezt a lehetőséget, és azt a 100 000 forintot, amit a város rájuk szem, ilyen módon nem érzik elveszettnek. A Nápoly lesz a Vajta parton, ugye ez a baj, hogy eljut egy-egy információ képviselő fülébe, de arra már nem beszél fáradtságot, hogy részleteik utána járjon, pánikkeltésre használja azt fel. Holott egy nagyon érdekes és hosszadalmas történés van emögött, ugye azt talán a éves beszámolóból tudni lehet, hogyha a korábbi időszakot nem is tekintem, 2015 óta beállósították a hulladék gazdálkodást, közszolgáltatóként a Kisalföldi Hulladék Gazdálkodási Kft-nk az, amelyik végezte a közszolgáltatást, és tavaly júliustól pedig koncesszióba került. Ezt az időpontot próbálta kihasználni a Rekultív Kft, akinek egyébként 2016 óta valóban késedelmesen fizettünk, egy megállapodás keretében ütemeztük át mindig a tartozásunkat, tekintettel arra, hogy az állami finanszírozás elégtelen volt. Ezt a megállapodást a Rekultív Kft. Az utolsó részlet kifizetése után két nappal, mert két napot csúsztunk a kifizetése, felmondta. És minden korábban késedelmesen kifizetett összeg után késedelmi kamatot követelt, kb. 150 millió forint összegben. Ezt a követelését nem voltunk hajlandók elismerni, ezért felszámolási eljárást indított. Én szerintem azzal a hátsó gondolattal, hogyha félreállítja a közszolgáltatót, akkor ők oda helyébe lépni. Ez a felszámolási eljárás elindult, másodfokon is lezárult. Összesen 9 millió forint összegben állapította meg másodfokon is a bíróság, hogy ez a késedelmes fizetés fennáll. Ennek a 9 millió forintnak a kifizetése még a cégközönyben való felhívás megjelenése előtt kifizetésre került. Ezt érzékelve a bíróság a felszámolási eljárást a 189/2023/42 számú határozatával hatályon kívül helyezte és a felszámolási eljárást megszüntette, a kijelölt felszámoló kijelölését pedig
visszavonta. Amiért még mindig nehéz helyzetben vagyunk, hogy ez a végzés fellebbezhető. A Rekultív Kft. Mindent megtett annak érdekében, hogy a végzés ne vegye át, késedelmesen vegye át, olyan határidőket ketyegtet, ami miatt még jelen pillanatban is a felszámoló ott áll a háttérben. Egyébként érzékel a helyzetet, minden kifizetésünket, legyen ez munkabér, legyen ez gázolajbeszerzés, minden további nélkül jóvá hagyja. Tehát egy pillanatra sem volt veszélyben a helyi közszolgáltatás. Azt gondolom, hogy ezt érzékelte a helyi lakosság is, tehát nem beszéltünk se ápolóról, se egyéb másról. És egyébként akkor is, hogyha a felszámolási eljárás jogszerűen megindult volna, akkor sem lett volna veszélyben az ellátás, hisz a felszámoló is ugyanúgy működtette volna a kisalföldi Kft-t, mint ahogy működött a korábbiakban. Arra várunk, hogy ez a másodfokú döntés jogerőre emelkedjen. Ennek a mi számításaink szerint ma délután jár le fellebbezési határideje, hogyha a Rekultív Kft. Ezen értelemszerűen jogszerű határozat ellen nem fellebbez, ma délután ez a visszavonó határozat hatályba lép. Ha fellebbez, akkor ez is másodfokra kerül, és a másodfokú bíróság fogja eldönteni az elsőfokú bíróság ítéletnek jogszerűségét. Sajnos ilyen a jó, és leginkább a sajnálom háttérben, hogy egy olyan cég, amelyel korábban évtizedekig normálisan tudtunk együttműködni, és együtt intéztük a hulladékgazdálkodásnak a munkáit. Most amiatt, mert a János Somorjai lerakóra a MOL nem szállít, a MOL nem szállít hulladékot, úgy tűnik, hogy fizetési nehézségekbe került, és megpróbál minden áron valamiféle likviditáshoz jutni, akár annak árán is, hogy helyi közszolgáltatót tönkreteszik. De mivel ott áll a helyi közszolgáltató mögött a több milliárdos készpénzvagyonnal rendelkező önkormányzati társuláson, erre semmilyen utómódon sor nem kerül. Úgyhogy ez volt a három kérdésre a válaszom. Kérem képviselőnek, hogy ilyen módon is tájékoztassa a véleményt erről a három kérdésről. Köszönöm szépen, áttérünk a napi rendünk tárgyalására. Az első napi rendi pontunk az önkormányzat 2023 évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása a 23. december 31-i állapot szerint. Megtárgyalta a pénzügyi bizottság és egy fontot támogatta a rendelet tervezethez könyvvizsgáló jelentés és a képviselők rendelkezésére lett bocsájtva. Megkérdezem a képviselőket, kérdés a készrevételük van a napi rendhez. Amennyiben nincs, megkérdezem könyvvizsgáló urat, hozzászólása van-e? Köszönöm szépen, engedjék el a helyet. Nem, akkor szavazunk. Megállapítom a 14-1 hangú határozattal a képviselő testület a rendelet módosítást elfogadta. Második napirendi pontunk a költségvetés módosítására tett javaslat. Ezt is megtárgyalta a pénzügyi bizottság, és ezt is egy hangulat támogatta. Ide is tartozik egy könyvvizsgáló jelentés, amit a képviselők rendelkezésére bocsájtottunk. A napi rendben ez a kérdés észrevétel. Könyvvizsgáló úr esetleg? Nincs. Szavazunk. Ez a 2019. november és 24. február közötti időszakban végzett munkájáról megtárgyalta beszámolót a TKB. Kérdezem az elnökasszonyt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Igen, csak felmutatott. Tisztelt polgármester úr, képviselőtestület, a beszámolóban a bizottság közneveléssel, közművelődéssel, civil szervezetekkel, általános igazgatással és közbiztonsággal kapcsolatos feladatköröink olvashatók. A bizottság a feladatait a vonatkozó jogszabályok szerinti határidőben maradéktalanul el.
ellátta. Kiemelném a beszámolóból, hogy a 2021 évtől a költségvetésben az önkormányzati alapokra támogatási keretösszeg nem került megállapításra, helyett a városi kultúra, sport és egyéb önszerveződő közösségek támogatása céllal eseti támogatási keret terhére támogatás volt nyújtható a bizottság döntése alapján. Tisztelettel kérem a képviselőtestülettől a beszámolót. Kérdezem a képviselőket, van a kérdésük hozzászólások a beszámolóval kapcsolatban, mennyiben nincs szavazunk. Szociális és esélyegyenlőségi bizottság egyhangulat támogatta a rendelet módosítását.
észrevételi. Nincs, szavazunk. Képviselő kérdés észrevétel van ezzel kapcsolatban. Nincs, akkor szavazunk. Igen, egy hangú. A 8-as a településképi rendelet módosítása. Ezt is egy hangulat támogatta a Gazdasági Bizottság, felolvasott az állami főépítész és szakmai véleményét, mely röviden úgy szól, az állami főépítész iroda a tervezett módosítás ellen kifogást nem emel, annak elfogadását, képviselő testület elé terjesztését támogatja. Ezen a testületet, a képviselőket, már kérdésük észrevétel. Szavazunk. Köszönöm az polgármester úr, képviselőtársak, vendégek. Először is azt gondolom, hogy történelmi pillanatban vagyunk, mert egy ellenzéki határozatot vagy indítványt a testületet.
Az előterjesztésre vonatkozóan, itt ugye, hogy a polgárstól mondta, hogy ilyen a jog, akkor nyilvánvalóan ezt a megfogalmazást, hogy semmilyen környezet szennyező, nyilván jogi nyelv kellene majd definiálni, és hogy adja Isten, hogy arra kerül a sor, hogy nekünk azon kell jogászkodni, hogy egy adott beruházás környezet szennyezője vagy sem. Nyilvánvalóan az előterjesztés alinkájában világosan benne van, hogy annak próbálunk elébe menni, hogy nehogy valakinek eszébe jusson ide is egy akkumulátor összeszerelőt, vagy egy akkumulátorbontót telepíteni. Úgyhogy én azt kérem, hogy az ügy fontosságával a tekintettel polgárstól vállalja ezt a plusz feladatot, hogy akár egyenként is, vagy akár egy levélben fölkéri a kistérség előjárvét, hogy hasonló módon a testületeinkkel erősítsék meg ezt a szándékunkat. Én mindkét megoldást nem tudom fogadni, de jóval örülnék annak, ha benne maradna az is, hogy a kistérség is tegyen egy ilyenfajta szándéknyilatkozatot, és még egyszer köszönöm ezt a történelmi pillanatot. Mondhatnám egy egészségünkre, de nem akarom elvenni az ellenzék ezen részének a kérdét, de beleköthetem valamennyire a megfogalmazásba, ahogy ezt képviselő is jól látja, de nem akartam, mert nyilván nem lenne ilyen széles hangsúly, és hát nem is szedni azt a együttérzésünket, ami megöttem ennek a dolognak. Nyilván tudja a képviselő, hogy valamennyi település szinte bombázzák ezeket a kondátor gyerek beruházások, úgyhogy most már nagyon jó sem volt ez a kivétel, de az inestikálva ezeket mind úgyhogy a képviselő testületnek nem is kellett vele foglalkozni, hogy utasítottam. A megfogalmazás azért mondja, mert bármilyen beruházás, de akár egy számtóvető munka is környezetszennyező tevékenység, tehát azért ettől azért óvakodnék, hogy ezt majd a testület bírálja el, és egyénként minősítse bármilyen beruházásnak a környezet szennyező voltát, erre megvannak a hatóságok szerencsére, és azt fájóan mondom, hogy most a Magyarországi Kormányzatának egy tárgyalásra sem ilyen jogosultság. De ettől függetlenül állásfoglalásnak elfogadható, kiinduló pontnak elfogadható, és elvnek mindenképpen megfelelő. Az a másik fájó pontom, hogy sajnos 5 év alatt ez az egyetlen ellenzéki előterjesztés jött, amit támogatni tudtunk, mert ez volt az egyetlen. Ez volt az egyetlen, amit írásban és évkézlábódon benyújtottak, hát az arány szerintem egész jól. Köszönöm szépen, szavazunk. A módosító indítványokban, mert elvegyem a második mondatában az előterjesztésnek. Nem, tehát mivel a módosító indítvány megkapta a többséget, ezért az eredeti előterjesztést már nem teszem fel szavazásra. A 10-es napirendi pontunk a Kusonyi-Jogvári Fekete István Általános Iskola 2024 évi elszervezésének véleményezése lesz, ez a 24-25-ös tanévre vonatkozik. Egyhangú bizottsági támogatásra jött a társadalmi kapcsolatok bizottságától. Képviselőket kérdezem, észrevételük, hozzászólásuk van-e? Nincs, szavazunk. Mindenki támogatta egy hangú. 11-es napi rendi pontunk a 6-os számú vegyes fogorvosi körzet pályázata, pályázatának elbírálása. Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság ezzel kapcsolatban van a kép és iszterületekről megjutatja a pályázat, meghallgatja a bizottság, alkalmasnak találta a igaz. Ingyenes körülátadás a Dunakúpark 3-as ütemében.
kérdésem lenne, hogy ilyeneket utakat így kell majd átadni a területnek, hogy az adatással tetsz világunkat találva, sőt, sok értelmében. Sőt, közvilágítással, járgában, minden esetben településfejlesztési megállapodásokat kötök, amit jelzelünk a biztosítunk. Ez így megyünk, hogy ezt az ügyeket átadtam. Ideig működött, remélem, és következik, köszönöm szépen.